Sziasztok, ez itt a Gaming Dubbing, és a mai napon visszatérünk a Rimworld-be, amit legutóbb ott hagytunk abba, hogy a dűnei világból a kis Amazon törzsünkkel átvészeltünk egy nehezebb időszakot, és aztán meg is támadtak minket, amit sikeresen visszavertünk, úgyhogy mindenki egyben van, és éppen, sőt bővült is egy-két fogolyjal a törzs az elmúlt idők alatt. Két olyan karaktert fogtam el, akik tökéletesen beleillenének a törzsbe, olyan tekintetben, hogy nők és harcosok, például itt van közelharcban jeleskedik Brit, és emellett igazából a kutatási szintje sem rossz, szóval ővele talán bővíthetnénk a kutatócsoportunkat, illetve Phoebe is itt van, aki szintén remek kutató, sokkal jobb, mint Brit, de ő nem olyan tehetséges benne, úgyhogy lehet, hogy Brit majd egy idő után utoléri, fene tudja, viszont a lövészetben is jó, és a közelharcban is erősebb, úgyhogy ez igazából egy sokkal értékesebb karakter, azt hiszem. Amelyet egyébként a főzésben is remek. Na, szóval ezt a két embert fogtam el legutóbb, és akkor őket kéne áttártanunk majd magunkhoz. De viszont leesett mellénk egy-két söralap, egy-két kukorica szállítmány, úgyhogy ezeket igazából el kéne adni, legalábbis a söralapot minimum, mert 4 nap múlva megromlik, és egyelőre még nem fejlesztettem ki a légkondicionáló technológiáját, ami itt van. Mert az elektromosság már megvan, szóval az Amazon törzsünk nem sokára átlép egy fejlettebb ipari szintre, de így, hogy még nincs meg a légkondicionáló, illetve az akkumulátor, ezért a kaját nem tudom olyan szinten lehűteni, hogy az elálljon sok ideig, így a sörlapot például tökre el kéne adni, mert talán, hát mivel legyártani nem tudom, mert a sörkészítés sincs kifejlesztve, így talán el kéne adni a sörlapot, és arra gondoltam, hogy formáljunk ebben az epizódban egy karavánt, két erős harcosból, akik esetleg meg tudják védeni magukat egy kisebb támadás ellen is. És hogyha ez összejön, és lenne két emberünk, aki elvinni ezeket a sorolapokat egy környező helyre, akkor ott el tudnánk esetleg adni őket, és tudom is én, legalább pénzét tennénk ezt a sorolap szállítmányt, amit emellénk került, illetve vannak itt fegyverek, amiken túladhatunk még talán. Úgy látom, egy újabb szállítmány esett mellénk, igazán, ó, ezüst. Úristen, ez nagyon király. Jó, ez nekem nagyon tetszik. Jó, van, akkor az ezüstöt behozzuk, és mindenképpen odaadjuk a karavánnak, hogyha elmegyünk, akkor hol volt az ezüst? Ezt mindig megszívom, hogy ilyenkor ellépek. Várjunk csak. Egyébként nem biztos, hogy ezen a területen van. Mert ugye két zónán van jelenleg, ahol lehet, de... Hol van az ezüst? Jó, hát ember legyen a talpán, aki így megtalálja, mondjuk. Azt az ezüstöt mindenképp szeretném, mert nagyon jól jön a karavánnak egy kis plusz költőpénz, ugye, mert hogyha egy olyan törzset látogatok meg, akinél van esetleg állat, akkor azokat megvenném tőle, szóval nekem nagyon jól jönne egy tehén csorda, akik elvinnék nekem a cuccaim a távol B-be, és később elhagyhatnánk ezt a zónát. Szóval én úgy látom, hogy nincs itt az ezüst, át kéne menni akkor a világtérképre, és bár egyébként nem, mert akkor a másik zónát betöltötte volna, lassabban töltötte volna be felett, ugye megnézzük, hogy ott van az ezüst egyébként. Az a baj, hogy ezek a jelzések, ezek olyanok, hogy eltűnnek, amint rákattintok, szóval hogy egy kicsit jobban azonosítottam volna, hogy hova kerül az ezüst, akkor hamarabb meg lenne. Na, nézzük csak. Á, itt van, oké. Szóval erre a zónára esett le az ezüst, ide kell eljönnöm a karavánnal, és összeszednem ezt az ezüst mennyiséget, mielőtt tovább indulnánk. Jó, akkor igazából nem gond, összeállíthatom a karavánt, ettől függetlenül, csak élelmet kéne nekik gyártanunk. Úgyhogy kígyóval ráparancsolunk. Hát kígyónak megparancsolom a főzést, csináljunk kaját a karavánnak. Hát legalább egy olyan 12 adag kaja jó lenne nekik, de aztán meglátjuk, hogy mennyit tudunk gyártani. Igazából kígyó lenne az az emberem, aki egy remek kaja készítő. Hát igazából kígyó az, akit beletennék a karavánba, meg fecske a másik. Szóval, hogyha ez a két ember kipihente magát, akkor ők elindulhatnak az éjszak alatt, hogy ne kapjanak hőgutát az utazás közben, ugye az fontos persze. Meglátjuk, hogy ez mennyire jöhet össze. De először akkor le fogunk menni az ezüstér, és utána megyünk tovább kereskedni másik irányba. Szerintem igazából nem feltétlenül kell 12 kaja, ha belegondolok, akkor lehet, hogy tudunk kaját venni azon a területen, illetve mellett közben vadászhatunk, és eltünk nyers kaját is, hogyha nagyon muszáj, ha ezen múlik. Úgyhogy akkor szerintem csináljuk azt, hogy 9 kaja után összeállítom a karabánt, és elindulunk, és akkor 3. Hát igazából nem 10 kaja kéne, és akkor 5 kaja lenne fejenként egy embernek, hogy a két fő csapatot állítok össze. Titka trumbók. Ú, de király. Jaj, de szeretnék egy trumbót. Ú, ezt nagyon be kéne szelidíteni. Jó van, akkor az, aki... Hát szerintem pitypong az egy jó állattartó lenne. Gondozás 9-es szint. Ki az, akinek remek gondozás van nálunk?
kígyó az, aki elkaphatná nekem a trumbót, őt itt kéne hagyni akkor ez esetben, akkor választok mellé valakit, ő fecske mellé, aki esetleg alkalmas lenne arra, hogy elkísérje. Mert kígyót azért akartam mellé küldeni, mert ő tényleg egy remek harcos. Bár igazából, hát igen, Pitypom a 9-es gondozásával nem fogja elkapni nekünk a trumbót. Igazából itt, hogyha a trumbót akarok, akkor azt kígyóra kell bíznom. Úgyhogy változott a terv, szerintem esetlegesen Vargót kéne elküldeni erre a feladatra. A beavatkozása legyengült. Jó, igaz, hogy olyan nagy kutatónk, úgyhogy őt talán azért nem küldeném el, de Imp ugye nem túl erős. Itt még Pitypang jöhet szóba, de aki szintén nem túl erős, Márvány végül is elkísérheti a 10-es lövészetével. Akkor legyen akkor Márvány és Fecske indulótnak, azt hiszem más nem maradt. Igaz, hogy Márvány a fő építkező emberem, de hát végül is más is tud építkezni, úgyhogy valakit muszáj nélkülöznöm. Valakik szerintem lopják a kaját. Például Márványnak a zsebében miért van étel, meg ugye kígyó zsebében is miért van étel, ezek jogos kérdések, azt hiszem. Hogy miért nem tudom elindítani a karavánt, hogy miért kell zsebre tenni a kaját. Például itt van Fecske is, aki a zsebében tárolja a kaját szintén. Na, jó van, szóval megvan a 10 étel, két emberre indulhat akkor, összeálltjuk a karavánt. És akkor elindulunk délre, először felszedjük a pénzt, aztán megyünk tovább. Karaván alakítás, és akkor azt mondtam ugye, hogy Márvány lesz a tagja, és Fecske lesz a másik tagja. Nekik persze gondoskodnom kell arról, hogy legyen fegyverük, szóval előtte mielőtt elindulnak, meg kell néznem, hogy kettőnek van-e jó fegyvere. Dáta van Fecskénél, ami az egyik legjobb fegyverünk, az oké. Okay. És Márványnál nyíl van, ami szintén jó. Legalább van nála egy normális fegyver, jó. Akkor nézzük csak, akkor indítsuk el a karavánt. Szóval azt mondja, hogy karaván alakítás, hogy akkor Márvány és Fecske kerül bele. A konfiguráció szerint délnek fognak indulni az a izé felé, az ezüst felé, hogy először azt felszedjük, és akkor azt mondja, hogy az egyszerű ételből elviszünk 10-et, gyakorlatilag mindet, elviszünk magunkkal ezeket a fegyvereket, amiket el tudnánk adni jó áron, például hát a márvány bunkósbotot 72 aranyér, a gránit bunkósbotot 86 ér, és az acél dárdát is elvisszük, mert ez mégiscsak sok. Jó, a ruhákat viszont nem, az ezüstöt visszük magunkkal, és ezen kívül pedig még a soralapokat fogjuk eladni, ugye amit direkt azért hozunk, mert hát nem maradna meg a zsebünkben, hogyha nálunk maradna, el kell adni, mielőtt megrohad. Úgyhogy ennyi 64 soralap elfér nálunk, így jön ki az, hogy 69 kilóban megáll a dolog. Na, akkor ezek szerint, hát illetve lehet, hogy valamennyi soralapot itt hagyhatok, mondjuk vigyünk el csak 60-at, mert akkor kell egy kis helyezetűsnek is, de annak nem kell sok, mert igazából egészen kevés súlyt foglalnak. Úgyhogy akkor ezt így elfogadjuk, ezt a karavánt, tehát délnek megyünk, ennyit szutat üszünk magunkkal, mindenkinek van fegyvere és kajája. Jó, akkor szedjék össze a dolgokat, azt mondja, hogy 2,4 nap múlva éhezni fognak az emberek. Hát szerintem az alatt megjárhatjuk, de hogyha bármi probléma lenne, akkor veszünk kaját a helyszínen, ahova megyünk. Akkor Fecske és Márvány összekészülnek, szépen magukhoz veszik az ételt, és akkor ők ketten elindulnak. Kígyóval pedig akkor rámegyünk a trumbónak a befogására mindenképpen, úgyhogy azt mondom, hogy akkor nézzük csak, állattartó, akkor neki a szakács feladatot visszavesszük, és akkor azt mondom, hogy ó, már Pitypong próbálja a francba, azt nem kellett volna. Pitypongból az állattartót levesszük. Próbálja meg inkább kígyó szelídíteni a trumbót, sokkal hatékonyabb lesz, szerintem. És akkor persze elcipeljük a rizst. Hogyha meg lenne a trumbó, akkor az egy nagyon jó állat lenne, aki rengeteg mindent elbír nekünk. Szóval gyakorlatilag a trumbóval együtt én már lehet, hogy elindulhatnék valamelyik irányába a pályának, és egy olyan zónába költözhetnénk, ahol egy kicsit élhetőbb lenne a terület. Egy olyan, nem tudom, mediterrán éghajlati területre, ahol ugye volt az a fázzóna a világ térképen, egy ilyen oázisszerűség, ahova elmehetnénk, de ugye az nagyon messze van, úgyhogy egyedül csak a hőmérsékletben lőnék ki egy jó pontot. Nem kell, hogy legyen rendes növényzet, meg víz, meg ilyenek. Na nézzük, csak nem lehet ételt gyártani, nincs örömforrás. Miért nem lehet ételt gyártani? Ez nekem egy kisebb rejtély. Szerintem lehet ételt gyártani, azt mondom, főzés, akkor csinálja. Szóval az impi ráforancsolhatok, hogy főzés, és már hozza is. Mi a probléma? Aha, kígyó viszont nyers kaját akar enni, azt biztos nem hagyjuk. Megvárjuk, hogy itt szépen lefőzzék a kis kajákat egyenként. Itt már elkezdem bearatni a kendert, úgyhogy nem sokára csinálhatunk sok-sok füves szigit, ami tök jó lesz.
Egyébként elég sötét van. Tehát úgy állítottam be az embereket, hogy éjszaka tevékenykedjenek, mert éjszaka is 34 fok van, úgyhogy ebben az időpontban legyenek inkább a szabadék alatt, mint máskor. Szóval látom, hogy Fecske és Márvány elindultak délnek, nagyon jó remek, és akkor remélhetőleg az ő karavánjuknál rengeteg eszköz van már, ami hasznos lesz ahhoz, hogy ezt az utat sikeresen vegyék. Nem csináltam ilyen karavánkodást, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez így hogy fog történni. Hogy egyáltalán lesz értelme az egésznek, nem fognak-e betámadni minket útközben, de nézzük csak meg. Úgy látom, hogy a kaját és esetlegesen az ezüstöt nem jelzi ki a karaván cuccainál, de valószínűleg náluk van. Menjünk be ebbe a zónába, és akkor ott összeszedjük a maradék ezüstöt, amivel majd kereskedhetünk. A többi emberemmel pedig természetesen akkor ügyködök, mászkálok, szedek dolgokat, kaját főzünk, stb. Szóval próbáljuk itt itthon ellátni magunkat. Hát meg hát a foglyainkat ugye kevesebben vagyunk most több emberre, úgyhogy ez egy kicsit necces lesz az itt maradtaknak. Na jó, van nézzük, akkor füves cigit kéne gyártani egyébként. Én nem tudom, hogy kiért ahhoz, de egy-kettőt legyárthatnánk, főleg azért, hogy bár mondjuk ott van egy, és ezeket elszívják, hogyha nem zárom le őket, úgyhogy arra is oda kéne figyelnem. Például kígyónak mi a terve? Azt mondja, hogy szelídíti a trambót. Nagyon király trumbót. Nem tudom, hogy kéne. Remélem, hogy be tudnánk szelídíteni, tök király lenne. Mennyi esély van rá egyébként? Azért nem hiába van egy 16-os képessége a szelídítésre. Viszont, hogyha betámad minket a trumbó, akkor kígyó nagyon csúnya halált holna, aminek nagyon nem örülnék. Elég lassan megy a karavánunk, vagy ilyenkor éjszaka elkezdtek aludni, pihenni egyet? Lehet, hogy ilyenkor alszanak egyébként. Az probléma egyébként, mert maguk a karakterek egyébként nem fáradtak. Szóval azért, mert én úgy alakítottam ki a karaktereknek az alvási ciklusát, hogy éjszaka van legyenek fent, azt úgy látszik, hogy a karaván már a játék karaván rendszere nem igazán veszi figyelembe. És egyszerűen éjszaka beállítja alvásra a karavánt, ami nem túl korrekt, én azt hiszem, hiszen nem ilyenkor kéne aludniuk. Rajtaütés, hoppá! Úristen, azt mondja, 1-2-3, hatan vannak. Hát a karavánra vissza kéne jönni mindenképpen. Oké. Okay. Akkor ez az elindulás nem sikerült, úgy látszik. Jó van. A meglévő embereimet, bár az is igaz, hogy igazából van egy jó kis csapdarendszerem, amiről igazából nem ejtettem szót, de ezekkel meg tudnám védeni magam. Az állatkörzetet átjelölném. Ugye a kis vargom az bennmaradjon a biztonságos zónában. Hát mondjuk itt a belső területen kéne mászkálnia csak, legalábbis jelen esetben mindenképpen. Úgyhogy őt átállítjuk az állatkörzetben ide, és akkor nem fogják megtámadni. És akkor ezeket az ajtókat meg be kéne csukni, és akkor végigmennek a csapdákon az emberek, és így akkor talán le tudjuk győzni a támadóinkat, meglátjuk. Mindenképp kell egy nyilas ember, ugye, aki itt becsalja a támadóinkat a területre, úgyhogy például kígyó az erre talán alkalmas lenne, mivel dél-keletről jönnek a támadók, a karaván pedig innen érkezik vissza, talán vissza tudunk érkezni a házba még a támadók előtt, remélhetőleg. Ha nem, akkor viszont más lenne a terv, azt hiszem. Hoppá, hogy a varg az kígyóval tart. Aha. Hát végül is, hát félek egyébként, hogy kimarad, úgyhogy vegyük le róla ezt a követést. És menjen csak vissza igazából a helyére. Jó, igazából a támadók tökre rámennek az ültetvények felégetésére szerintem. Nézzük csak, mi a terv. Kígyót támadják. Jó, ez nekem tetszik. Jó, és akkor az embereim úgy látom most érkeznek be. Fecske egy kicsit le van maradva. Az probléma, hogy neki ki kéne maradnia akkor a buliból. Hát illetve kígyó volt. Á, nem, menjünk be gyorsan. Gyorsan menjünk be, jajaj. Hú, ezt megúsztam, király. De lehet, hogy Fecskét megölik a kintiek. Úristen, az nagyon nem jó. Jó, ki ketten meghaltak, úgyhogy kimehetünk megtámadni azokat, akik rámennek Fecskére. Az a baj, hogy Fecskével nem igazán tudok mit csinálni, hogyha
Ezekkel a kintiekkel meglövöm ezt az embert, aki gyújtogatja a veteményest. Gyerünk, gyerünk, meg kéne ölni. Oké, király. Csak most kígyónak kéne túlélnie. De úgy látom, hogy menekülnek. Nagyon király, nagyon tetszik, jó. Akkor azt az embert még meg kéne ölni. Illetve ezt is meg kéne ölni. Mindenkit megölünk. Tüzet kéne oltani. Jó, aki tüzet tud oldani, az olcsó tüzet. Jó, van, tök jól megoldottuk a helyzet. Ez a csapda sor. Ez nagyon rendben volt nekünk itt. Ez tök sokat segített abban, hogy megoldjuk ezt a szituációt, de Varkal és Impel esetleg megölhetnénk ezt a kinti embert. Szóval ez csak mondjuk Varknál nincs semmi fegyver, Impnél viszont van egy nyíl. Úgyhogy ő letüzelheti az arcát. Hát illetve Varkal meg szétütetjük a hátát, hogyha arról van szó, szóval ennyi. Hoppá, és ráadásul elfogható állapotba került, de nézzük csak kit kapunk akkor. Hát egy standolt harcos, én ezt most nem vállalnám be, hogy most őt etetni fogjuk meg minden, úgyhogy maradjunk rajta az oltáson. És akkor nézzük csak, hát minél előbb csirájában el kéne folytani ezt a rengeteg tüzet. Kígyó vajon alkalmas-e arra, hogy olcson tüzet? Én úgy látom, igen. Úgyhogy akkor őt lehozzuk ide, illetve már, nem Márvány, hanem Vark is alkalmas a tűzoltásra. Őt meg talán erre a tűz gombócra kéne ráküldeni. Jó van, és akkor úgy látom, hogy Sam a sniper az lenne, akit le kéne vetkőztetni egyébként. Mielőtt meghal, mert így a ruhája ugye nem egy halott ruhája lesz, és így akkor tudjuk majd hordani, hogyha kell. Ez is egy előny. De nem, nem tudjuk átállítani, szóval igazából nem hiszem, hogy... Hát vagy esetleg arra gondolnék, hogy Brittnek a helyére behozhatnánk, de ha belegondolok, akkor Britt azért... a kutatásban és a közel... A közelhol? Á, mondjuk igaz, hogy a... Sam Hexton az lövésznek jó, de igazából mikor fog meghalni itt az a kérdés 8 óra múlva, még megmenthetjük az életét. Lehet, hogy ő jobb lenne nekünk? Gondozás. Hát nem, igazából a kutatás fontosabb hosszú távon, úgyhogy nem. Jóval akkor Fecske és Márvány, illetve bocsánat, igen, Fecske és Márvány persze. Újra megformálja a karavánt nem sokára, és akkor megpróbálunk elindulni velük ezúttal. Úgyhogy őt kijelölném erre a feladatra, és amíg nem pakoltak ki, addig fontos, hogy ez megtörténjen. Szóval nézzük csak akkor, azt mondanám, hogy újra megformáljuk a karavánt. Délre fogunk elindulni, persze, hogy legutóbb is. Azt mondom, hogy a tagja akkor az legyen Fecske és Márvány. És akkor a cuccokat pedig úgy jelölöm ki, hogy az ételből... Hát igazából a sör alapot ki... Á, az a baj, hogy a jelenlegi cuccokat úgyis ki fogják rakni. Úgyhogy nem tudom, igen. Meg kell várnom, míg kipakolnak sajnos. Hát akkor újra elindítjuk ezt az egészet. Igazából lehetne itt egy acéldárda, amit eladok majd, úgyhogy ezt igazából elvihetjük. Úgyhogy, ja, vannak itt dolgok. Imp lenne az, akit igazából ki kéne kapcsolni ebből a harci üzemmódból. Jó, van, oké. Okay. Kicsit bekavartak ezzel, de... Amint eltávol... Itt rendet kell rakni, igazából az a legnagyobb problémám. Szóval itt ilyen kivágott fejű emberek vannak. Ilyen levágott fejű emberek, undorító. Halott. Látszik, hogy le van vágva a fej egészség, levágott nyak. Nyak, szúrás, fej, levágott friss. De a csapda, az levágta a fejét, a medve csapda. Szóval, hogy kellett ugye szerencsétlennek átmenni a területen, hogy a fejét vágja le a csapda, mert ha a lábát vágja le és elvérzik, akkor azt mondom, oké, de a fejét vágta le a csapda, ez a legnagyobb poén ebben az egész, ahogy így kúszott a földön, és úgy akart átjutni. És akkor véletlenül belekúszott a fejével a csapdába körülbelül. Na jó, van, akkor a fa bunkós botot el lehet vinni. Illetve egyébként Szemet talán meggyógyíthatnánk, ha belegondolok, és elengedhetnénk, de szerintem most már nincs esélyünk, mert 6 óra múlva meghal. Bár van rá esély. Hogyan kéne ezt megvalósítani, ezt a dolgot? Ezt az ágyat át kéne telepíteni ide. Kijelölni ezt a körzetet. Á, nem, mi nem vagyunk ilyenek egyébként, ez hülyeség, ez egy kemény törzs, akik a harcból értenek, nem fogjuk meggyógyítani és elengedni. Vagy pocsékoljam a saját eszközeimet rájuk, a gyógyszereimet? Milyen hülyeségnek tűnik. Nem, egyszerűen el kéne valahogy tenni innen az embert kicsit messzebb. Ne itt haldokoljon a mi ajtónkban. Vagy meg kéne ölni, lehet. Véget vetni a szenvedéseinek.
Jó van, dáltázzuk le az arcát. Így, nézd, szépen becélozzuk. Pöf. Na még egyet neki. Aztán pedig elhordjuk a hulláját, innen messzire. Igazából márvánnyal is elhordhatnánk a hullát. Szóval... Itt van egy engedélyezett halott hely. Tete meg számára. Ja, csak ez a zóna. Ez nincs kijelölve nekünk, igen. De ezzel nem tudom mozogni az embereim, mert ez nem egy megengedett körzet. Így. Már jó, és akkor most majd tudjuk vinni. Mindenképp el kell távolítanunk ezeket a hullákat, mert ugye az embereim nem fogják jól érezni magukat, hogyha hullákkal vannak körülvéve. Már márványt is kiborítja az, hogy cipelnie kell egy hullát. Úgyhogy ez egy probléma, de igen. És úgy látom, hogy a kis kutyánk az... Hát igazából nem szenved a lótápláltságban, de mégis megetettük, ami jó. Mert ilyenkor lehet étellel letetni. Amikor fekszik, amikor beteg, vagy valami ilyesmi. Ilyenkor el lehet látni, és akkor ilyenkor adhatunk neki emberi ételt. Mert máskülönben önmagától nem eszünk az emberi ételt, vagy nem tudom, vagy lehet azért nem eszi meg, mert leütötték az orrát. A francba nem akarom a hullát felboncolni. Egyszer rá vannak cuppanva arra, hogy boncoljuk fel ezeket a hullákat, hogy aprítsuk fel őket apró darabokra. Nem. Jó, igaz, hogy ki van adva az utasítás egyébként, hogy állatot bont, és ember is lehet. Hoppa, van egy újoncunk, nagyon király. Fíj, remek, és rögtön fel is veheti ezt a törzsi ruházatot, hiszen itt valakiről leszettük, úgyhogy jól élik a haja színéhez. Na nézzük csak, ó, és valaki egy bulit tervez. Az jó lesz a hangulatnak, tök jó. Na nézzük csak akkor Fib, mihez ért, állítsuk be a tulajdonságait. Tehát alapvetően a tűzoltót, a pácienst és az állat, az átkapcsolást mindenkinek beállítom. Viszont akkor ő ugye, hát a szakács képességei karaván. Ó, hogy akávét kéne szállítanom neki, és ezüstöt adnának érte, ráadásul nem keveset. Hú, de király. Ó, és őket tökre jól elérném. A francba csak az a baj, hogy nincsen agávém. Bár, hogyha termesztenék, akkor le tudnám szállítani ezt a mennyiséget nekik, ami tök jól hangzik, és jó mennyiségű ezüstöt adnának érte. Úgyhogy szerintem jelöljünk egy zónát, és ültessünk agávét a területe, ahogyan tudunk. Például itt. Már van egy kevés. Nézzük meg, hogyha ezt kerti alakítom, ezt a zónát, akkor itt ültethetek-e agávét? Szerintem nem. Ja, én ezt nem tudom termeszteni. Lehet, hogy ezt meg kell tanulni előtte, vagy valami? Hát egyelőre akkor ez napolódik. Mondjuk miért a raktárban buliznak, azt nem tudom. Valaki tényleg szétbontott egy embert a francba. Nem figyeltem oda, hogy szétbontották. Rohadt szemetek. Jaj. Hát a kutyának lesz kajája. Mindenképpen. Szóval ez arra jó. Igazából szárasztápgyártásra talán. Másra nem igazán. Na nézzük csak akkor mit kéne. Az állatunkat állítsuk vissza korlátlanba, hogy akkor rászuppanjon az emberi kajára. De igazából egy nap múlva megromlik, úgyhogy ha nem akarom, hogy pocsékba menjen, akkor... Itt is van egy kis emberi hús. Ez zseniális. Rohadt kannibá banda. Szökés. Brit meg akar szökni. Jó van, állítsuk meg a fejét. Szerintem verjük össze a puszta kézzel, mert akkor talán nem ártanánk neki sokat. Közel azon támadjuk. Na, azt hiszi, megszökhet. De tőlünk nincs menekvés. Erőszakkal is, de átállítjuk a mi oldalunkra. Gyere! Ennyi. Fogd előtt. Éni. Na. Hát kár, hogy az emberei most nem vettek részt a bulin, nem kapták meg a ja, de bulin voltam. Tök jó, 11 bónuszt kaptak. Ugye csak a többiek lehet, hogy nagyon bónuszt kapnak, hogyha egy kicsit tovább maradnak a buliban. Mindenképp el kéne látni a sírült embereimet egyébként. A bulinak vége remek. Akkor aki ért hozzá, az pedig imp lesz. Aki el tudja látni az embereimet. Mert hogyha nem látom el őket, akkor el fog fertőződni a sérülésük, ami tökre nem király.
Ja, egyébként tökre durva, de el is felejtettem, hogy most jutott eszem, hogy Britnek volt egy fertőzése, amire megkapta az immunitást. Úristen, mennyire kemény, pedig nem is figyeltem rá oda. Egyszer kezeltem, mikor elfogtuk, egy erős gyógyszerrel, egy jobbféle gyógyszerrel, és az elég volt neki, úgy látszik, ahhoz, hogy a fertőzést megállítsuk. De ugye a többiekre is rá kell koncentrálnom, úgyhogy igazából kár volt lefeküdnie, mert most csak fölöslegesen. Á, itt történik a probléma. Bocsánat, csak ez az, amikor viszik boncolásra az embert. Jó, szinte vegyük igazából az embert a tetemek közé, és akkor embert nem fogunk szétbontani ezen túl. Ez így logikus, hogy ez akkor kellett, hogy amikor nagyon éheztünk. De most már erre nincsen szükség. Egy kicsit takarítsunk a környéken. Az a helyzet, hogy valószínűleg nehezen fogunk tudni elindulni akkor ezzel a karavánnal. Ez lett volna a terv, de ugye most mindenki megint lefeküdt. Ugye szerencsére Imp is megint lefeküdt. Nem figyeltem oda. Pedig mindenképp be kell kötöznöm az embereimet. Ha nem kötözöm be őket, nem látom el a sebüket időben, akkor sokkal nagyobb a fertőzés esélye. Igazából, hogyha nincsen ilyen, tudom is, ilyen ezüst talaj képített cucc, akkor még nagyobb ennél is, de minimum el kell látni őket szerintem. Megint lefeküdt, tök jó egyébként, mert tökre azt mondtam volna neki, hogy másokat lásson el. Egyébként megnézhetjük az egészségi állapotukat, szóval azok, akik sérültek, azok mellett van-e ilyen kis tapaszjel. Én úgy látom egyébként, hogy mindenkit elláttunk, ami tök jó. Na nézzük akkor, szóval ez a Phoebe nevű ember mire képes, azt mondja, ugye épp az ő értékeit akartam beállítani. Az állattartót mindenképp kiveszem a tevékenységi köréből, és igazából a kutatással foglalkozhat, mint 13-as szintű kutató, de azért mégiscsak a varg az, aki 16-os szinten tudna kutatni. Úgyhogy igazából, hogyha ilyen váltott műszakban dolgoznának, akkor ez tökre jól működne. Szóval beállíthatnám azt esetleg, hogy fívak, igen, ez végül is tökre jól működik, igen. Szóval fív este fog aludni, és nappal fog dolgozni. Igen, amikor varg alszik, akkor fív fog kutatni, és akkor ez így teljesen jól működik, azt hiszem, és így még gyorsabb tempót vehet a kutatásunk a játékban, ez tökre tetszik, ez jó. Ezen kívül akkor ő foglalkozhat a takarítással is másodlagos szinten, és a rakodással, azt hiszem. Vagy lehet, hogy arra inkább kijelölhetnék valakit, aki állandóan tudja csinálni. Igazából egyelőre semmi mással nem kell foglalkoznia, csak kutatással, illetve hát a szakácskodás az még mehet neki, azt hiszem. Takarító. Ja, legyen ez így. Na, jó van akkor, egészen jól állunk, de mindenképp takarítsunk fel itt a támadásból felébredve. Én azt hiszem, hogy akkor ez a karaván dolog el fog... Ezt elhalasztjuk egy kicsit későbbre szerintem akkor, mert tök jó lett volna a mai napon elindulni, de az a helyzet, hogy ezt a támadást most átéltük, most az emberek kipihenik magukat, újra össze kéne állítani a karavánt, és akkor valószínűleg ott lenne az egésznek a vége, hogy maximum el tudtunk indulni a karavánnal, el tudtuk adni a térképet, de azért az úgy nem elég. Úgyhogy mindenképpen rendbe rakjuk a dolgokat, mielőtt elmennénk. Fura, hogy megint megtámadtak egyébként, mert elég sűrűn támadgatnak mostanában. Igaz, hogy nehézre van állítva a játék, és lehet, hogy ezért, illetve nagyon nehézre van állítva a játék. Szóval lehet ez az oka ennek az egésznek. Na jó, van, ezeket a fegyvereket viszont el kéne cipelni a helyére. És akkor nem sokára rendben lesz minden. Egyébként tök jó, hogy itt is sikerült létrehoznom egy ilyen kis védelmi rendszert, ez nagyon hasznos nekünk, nyilván. Csak hát valahogy el kéne... bejött a trombó. Úristen. De várjunk csak, várjunk csak, várjunk csak. Ha bejött a trombó, az azt jelenti, hogy itt tarthatom örökre. Elméletileg. Próbáljuk ki. Ha itt tartatom örökre, akkor viszont csak idő kérdése, hogy mikor szelídítem át. Úgyhogy építsünk egy ajtót valahova, ahol biztos, hogy... Hát hova építsek ajtót? Ide keresztbe építetnék egyet mondjuk, és akkor... Ja, ez itt tetszik, ide építek egy ajtót gyorsan. Ha ezt az ajtót meg tudjuk építeni időben, akkor a trumbó itt marad nekünk. Ha csak nem szökik ki majd erővel, meglátjuk, de mindenképp megéri a kockázatot. Oh yeah! Szerintem megvagyunk. Innentől kezdve a trumbó bezárt állat. Az azt jelenti, hogy időkérdés, és lesz egy trumbónk, ha minden jól megy. Nagyon tetszik a dolog, csak arra kell vigyáznom, hogy véletlenül se tudjon kimenni valamelyik emberrel együtt, aki erre járkál. Ugye esetleg azt megcsátnánk, hogy az ajtót megduplázzuk. Hát vagy nem tudom igazából, nem feltétlenül kéne erre anyagokat pocsékolni.
Mindenesetre takarítsunk fel mindenképpen, kicsit jobban a környéken. Jó, ez nagyon tetszik, igazából arra kell odafigyelnem, hogy az étel szintje jó legyen. Aha, mert nem tartozik közénk a trumbó még egyelőre, nem tudom miért jött ide, de tökre nem tartozik ide. Lehet, hogy az állatkörzetre valahogyan a játék beállította, hogy ide jöjjön. Fura, de lehetséges, hogy ez összefüggésben van, hogy valamiért úgy érzékelte, hogy neki be kell jönnie. Igazából nem is nagyon tud bejönni a trumbó, mert folyamatosan be is kizárjuk az ajtót. Bezárjuk és kinyitjuk az ajtókat. Szóval nem tud ezeken az ajtórendszereken kijönni szerintem, még akkor sem, hogyha egy nagyon rácupol az egyik emberem mögé. Jó, akkor ezeket a csapdákat viszont újra kéne élesíteni mindenképpen. Még elég nagy a forgalom, és ez igazából eléggé visszaveti az embereknek a mozgási sebességét, hogy itt minden egyes alkalommal itt nyitogatni kell, vagy csukogatni az ajtókat. Illetve igazából ezt az egész cigit marihuána termelés máshogy kéne csinálni, ha belegondolok, szóval oké, most megcsináljuk a következő adag füvet, de igazából szerintem azt kéne, hogy ide intre létrehozok egy ilyen munkahelyet ide, és akkor itt fogjuk a füvet cigit készíteni. És akkor innentől kezdve így könnyebb lesz talán, szóval ezt a munkaterületet pedig le is rombolhatom. És akkor nem kell márványnak kibemászkálni a bázisra, azért ez így mégiscsak gyorsabb lesz. És elvileg a füves szigit ide is rakhatjuk szerintem. Nézzük csak, hogy itt tudunk-e drogot tárolni. Előállított drogok, nem. De akkor most ez esetben a füves sziginek szorítunk egy kis helyet ezen a területen. Lehet, hogy meg fog romlani esetleg, hogyha nincsen lefedve, de majd alkalmanként behozhatjuk őket így egyesével. Új, és mennyi kender van itt? Jó, van, ez tök jó lesz, igazából az emberek egészen jól fogják érezni magukat, azt hiszem. Hogyha majd elfüvezik az agyukat. Hát muszáj valamivel gondoskodni a jó kedvükről, mert igazából rengeteg mindent el kell viselniük, sajnos. Egy nap múlva megromlik a hús. Hát, benne tudja, hogy a varnak érdemes odaadni. Szerintem a normák haját adunk neki az is, és akkor nem kell szenvedni a hússal, de most száraz tápot előállítani? Ezt nem tudom. Mondjuk igaz, hogy a trumbó is azt fog elvi talán, hogyha sikerül átállítani, úgyhogy lehet, hogy rá kéne mennünk erre. Elfelejtettem Fibnek ágyat adni, mondjuk az is vicces. Az ő ágyát ki kellett volna hoznunk innen. Jó van, ezt a kis virágcserepet áttelepítjük ide kintre, és akkor ide még befér egy ágy ilyen nagy nehezen, de azután át kell gondolnom az ágyrendszeremet, hogy mi hova kerüljön. Ebbe a szobában még egyébként rakhatok ágyokat, mert igazából ez a terület 15 fokos, szóval kiüthetnék két szobát is ennek a passzív fűtőnek a képességeivel. De igazából minél hidegebb van, annál jobb. Annál jobban megy le az embereimnek a... hát ez a meleg, ez a hőgutája, ez a hőguta hatás. Jó, akkor ide rakunk még egy ágyat, és ilyen abszolút nyomorban tartjuk a szerencsétleneket. De szerintem ennél már amúgy sem érezhetik magukat rosszabbul majd. Teljesen felépült fecska, az jó, nem kapott fertőzést, teljesen király, nagyon örülünk neki. Esetleg itt a környéken még egy kicsit feltakaríthatunk, mert azért mégiscsak jobban érzik magukat az emberém, hogyha nem gusztustalan környezetben kell mászkálni, illetve engem is zavarnak kicsit ezek a vértócsák itt a bázis körül. Bár egyébként azt is meg lehetett csinálni, hogy ilyen, mint a Forestben, az Forestben ilyen fejeket tűzök ilyen láncsákra a bázis körül, és hogyha tudom is én, ezek itt vannak, akkor nem azt mondom, hogy a támadók vonuljanak vissza, csak azt mondom, hogy esetleg egy-két ember meghalála. Szóval nem tudom, mondjuk úgy, hogyha mondjuk megtámadnak minket hatal, és abból három meghal, akkor visszavonulnak, lehet, hogy kettő halál után visszavonulnának, hogyha lennének ilyen fejek kitűzve itt a bázis előtt, azt mondjuk tökre adnám. Csak ugye át ahhoz nem tudom, hogy az embereim hogyan viszonyulnának, ha belegondolunk, mert ugye a hullalátvány az zavarja őket. Pedig hogyha pedig lehet kondicionálni az embert ezekre a hatásokra, szóval igazából az lenne a csúcsa a Rimworldnek, hogyha sok kannibál tevékenység után, hogy mondjam ezt szépen, szóval sok emberhús zabálás után, kannibálkodás után, egy idő után kialakulna az, hogy kannibálozott ember. És utána már nem zavarja az, hogy embert hús teszik. Szerintem ez tökre logikus, hogy ezekhez így hozzászokik egy ember, ezekhez a rossz dolgokhoz is, akár tök mindegy. Szóval, hogyha rossz cselekedetekre késztetünk valakit, akkor egy idő után már nem fogja megviselni azt, hogyha rossz dolgokat kell csinálnia ugye az életben. Úgyhogy ezekre így lehet-e kondicionálni a bandát szerintem, ugyanúgy a hullalátványára is.
Ez egy ilyen abszolút adaptív rendszer lehetne a RimWorld-ben, ami minden egyes negatív hatáshoz hozzászoktatná a kis embereimet. Mert az azt jelenti, hogy a pozitív hatásokhoz is hozzászoknának, és egy idő után mondjuk lehet, hogy már nem lenne akkor a pozitív hatása valaminek, ami pozitív. Sokkal nehezebb lenne bizonyos szemszögből a játék egyébként. De persze a jó dolgoknak attól függetlenül mindig örülnének, csak nem annyira, mint először. Na. Jó van, rendbe raktuk a bázist, és ilyen. Hát és most nagy lehetőségeink vannak a jövőre nézve, mert a Trumbót elfoghatjuk talán így, hogy bekerült a belső udvarba. Tök menő, hogy besétált, de akkor elkapjuk a Trumbót szerintem, és ha lesz egy Trumbom, akkor igazából lehet, hogy ő lehetne a karavánnak a fő teherbíró állata. Ha ez összejön, akkor elindulhatunk a világ térképen északnak, mert szeretném minél előbb vándorló törzsé alakítani ezt a kis törzsemet, és akkor elvonulunk az északi sark felé szerintem, és azután pedig onnan levonulunk a föld másik oldalán fel egészen ide, és a cél az, hogy megérkezzünk erre a pontra, a mérsékelt erdőbe, ahol egy virágzó társadalmat alapítatunk. Nem tudom egyébként, hogy mennyire megvalósítható, mennyire reális az, hogy most én elindulok, akkor itt lesz bármi is. De egy tök jó lenne. Talán annyit kéne megvalósítani előtte, hogy kifejlesztjük ezzel a területen a robotágyút. Egy-két akkumulátort feltöltök, így hogyha megtámadják a karavánomat, akkor ledobálhatom az akkumulátorokat, rákötjük a robotágyút, és mindenkit szétlövünk a francba. Na bocsánat, szóval véletlenül lealta voltam, szóval a lényeg az, hogy mindenkit szétlövünk a francba a robotágyukkal, és így teljes védelmet élvezhetünk majd, amikor úton vagyunk. De egyébként úgy látom, hogy Brittet közben sikerült besorozni, ami rohadt menő egyébként, úgyhogy ennek nagyon örülünk, neki is kereshetünk egy olyan ruhát, ami esetleg nem halottól származik. Nézzük, csak adjunk neki egyet, ami... Hát majd készítettünk egy törzsi ruhát, de na, itt van egy jó minőségű ruha, ezt fel is veheti. Jó, és akkor az ő ágyát áttelepítjük ide. Ezt a légkondicionálót bekapcsoljuk, illetve ezt a ventilátort bekapcsoljuk. És akkor persze beállítjuk azt, hogy ő pihenjen. Mert ő még eléggé sérült azért, szóval nem ártana, hogyha kipihenni ezt a betegségét, ugye nem is betegség ez, hanem sérülés, ezt ki kéne hevernie. Úgyhogy mindenképpen átállítjuk ide. Pihenjen felépülésig. És ezt a tulajdonos pedig átvisszük Filmnek ezt az ágy tulajdonosságot ide. Na, jó van, akkor a következő epizódra szerintem én már biztos, hogy kialakítom ezeket a lakókörzeteket, hogy egy kicsit normálisabban nézzen ki a dolog. Egyelőre úgy áll a dolog, hogy szerintem bűtetünk majd két területet. Nem onnan kéne megközelíteni a dolgot, mert akkor Fib, illetve Brit nem fog örülni neki, azt hiszem. Á, csak innen akarja átkapcsolni, ez fura. Nem mindegy, meg fogja zavarni. Viszont felmoshatnák a területen, hogyha már egyszer bezavartunk ide, akkor legalább a környezetet változtassuk meg, hogy egy kicsit jobban érezze magát Brit, mert szerintem most rohadtul nem érzi jól magát. Bár hangulata jó. Nagyon örül valamiért. Jó van. Annyira jól szórakozom, imádom. Most vettük szét a fejét, és kényszerítettük a mi törzsünkhöz, de úgy látszik, hogy jól viseli a dolgokat. Na jó, szóval ott tartottuk, hogy akkor én át szeretném majd ezeket variálni, ezeket a kis házakat itt a jövőben. El szeretném fogni a trumbót mindenképpen. És akkor, hogyha a trumbón állunk fel, akkor elindulhatunk és karavánkodhatunk egy kicsit a világban. Na, de akkor ennyi lett volna már a RimWorld. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek. Én pedig köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!